A diget több százezer négyzetméter felülete, zöldfelülete megújult, fantasztikus új létesítmények jöttek létre, és most az ország egyik legjobb zsónai gyűjteménye mutatkozik be az ország egyik legszebb szecessziós villájában. A kormány jó 10 éve döntött a Liget Budapest projekt megvalósításáról. Ez az intézményrendszer most már sok millió látogatót vonzott, amit itt létrejött, az mind Magyarország presztízsét emeli. És ez követőkre is talált, egy sok évtizeden keresztül gyűjtött ország egyik legjobb zsónai gyűjteménye keresett meg minket a tulajdonos, azt mondta, meg akarja osztani a közzel, és ebben szeretne együttműködni azokkal a közintézményekkel, amelyek környékén van, kijelesül most a Liget projekttel. Közel 50 éve kezdtem el zsolnait gyűjteni. Egy olyan hungarikumról van szó, amire igazán büszkék lehetünk, hiszen ez egy családi vállalkozás, ahol generációk nőttek föl és dolgoztak, és olyan termékeket hoztak létre, ami páratlan. Fontosnak tartom azt a gyűjtemény kapcsán, hogy megismerjék az emberek ezt a zsolnai kultúrát. Példaértékű ez a kezdeményezés. Nagy örömmel mutatjuk be ezt a villát is, ezt a gyűjteményt is. A megújult, gyönyörű szecessziós villa is benne a fantasztikus zsolnai gyűjtemény. Egy sétának a része lesz, egy olyan séta jön majd létre, mely pont a Millennium házát köti össze ezzel a fantasztikus szecessziós villával és ezzel a gyűjteménnyel. Itt van az utca másik oldalán a Néprajzi Múzeum, utána a Zeneháza séta, és a Liget egész fölötte még számtalan más kulturális intézmény is vonzerő, hogy aki ide elsétál, legyen az hazai, külföldi, budapesti vagy bármilyen más magyar városból érkezett, az valami izgalmasat lásson, valami újat is mindig láthasson. Európa legkomplexebb kulturális negyede van kialakulóban, és ennek része lesz nem csak a közfejlesztési intézmények, hanem a magánintézmények is.